Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy teli hold jóslás. Teli hold az azt jelenti, ha a nap és a hold szemben áll. Itt tükröződik valami. Ez a helyzet olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell most a dolgokat, de azt is jelenti, hogy mennyire fontos a belső egyensúly. Az indiai asztrológiában egy teli hold, az egy fényes hold, ami jót jelent, hiszen megvilágít bizonyos témákat, megvilágítja az élet útunkat. Ez a teli hold Pólux csillag hatása alatt áll. Kásztor és Pólux. Kásztor szimbolizálja az emberi dolgokat, tehát mindazt, amit itt átélünk a Földön, ami ránk vonatkozik. Pólux viszont szimbolizálja az isteni hatalmat, és azt is, hogy összefüggésben állunk, tehát megvan itt a kapcsolat ezzel a forrással. Ez egy ilyen magasabb energiamező, és pontosan ez hat most ki erre a teli holdra. Ez a kártya jelenti a múltat, az emlékeket, itt van egy kis szomorúság, félelmek, bizonytalanságok, és akkor is, ha itt van mozgás, de a kartok jelzik ezeket a korlátozásokat, és ez emiatt a félelem és bizonytalanság miatt van. Tehát tedd át magad a félelmeken, búcsúzz el olyan emlékektől, ami elszomorít, és ha ez sikerül, akkor itt kivilágosodik minden, és előre mennek az események. Itt a képen látható vagy, mint egy királynő, illetve ennél a kínai kártyánál, mint egy császárnő, és uralkodsz a víz eleme felett. Az utal az érzelmekre. Ha átteszed magadat a kardokon, a korlátozásokon, ezeken a félelmeken, akkor ez olyan számodra, mint egy újjászületés, és itt megjelensz, mint egy császárnő. Uralkodsz a helyzet felett. És ha így van, akkor meg lesz az életerőt. Tudod védeni magadat, de ez az erő jelenti a belső erőt is. Hiszen megvan a bizalom, a hit, a szeretet, és hiszel abban, hogy minden jóra fordul. Itt a kezedbe veszed a dolgokat, és kimutatod a tűz elemét. Az utal a bátorságodra, a lelkesedésedre, a szenvedélyekre, és itt lesz mozgás. Előre mennek az események. És ezen a képen pontosan ez látható. A fehér ló az előre visz mindent, hiszen megvan a hited, a bizalmad. A fekete ló az visszatekint, néha fékezi az eseményeket, itt negatív érzelmekről van szó, ugyanúgy, mint ahogy itt látható ezen a kártyán, tehát ennél a kezdetnél még kicsit a félelmek, a bizonytalanságok, de nincs ok rá. Itt látható egy uralkodó nő, aki uralkodik a helyzet felett, a gondolatok felett, az érzelmek felett, és ez a hölgy a képen vár egy kisbabát, egy kisbabának a születését. Az szimbolikusan azt jelenti számodra, hogy a teli hold után lesz egy új irány, egy új kezdet, ami téged lelkesít. Itt bebizonyítod magadat, hiszen megvan az erő, és itt lesz egy újjászületés,
itt sikerek lesznek, valami, amit most indítasz, gyümölcsözni fog. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!